Kedves bajaiak, elmúlt az advent, a karácsony, a szilveszter, elkezdődtek a dolgos hétköznapok. Ezúton szeretnék mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánni. Nagyon sok mindent kell ma megosztanom önökkel, sok idő telt el azóta, hogy utoljára jelentkeztem. Az első és legfontosabb kérdés, ami a legtöbb bajai embert érdekli, az a cégeknek az átvilágítása. Nagyon sok problémát találtunk, lassan a végére ér az átvilágítás. A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cégek közül a Baja Marketing Kft. Az, ahol nagyon-nagyon sok a probléma. Évek óta hiányzik a leltár, szerződések hiányoznak, szabálytalanságok vannak. Nem fog elmaradni az, hogy felelősségvállalásra szólítsuk fel azokat, akik ezeket a szabálytalanságokat okozták. A cégeket átalakítjuk. Az átalakításnak az a célja, hogy átlátható legyen, nyomon lehessen követni azt, hogy milyen szerződések készültek, ne lehessen összemosni semmit semmivel. És ahogy ígértem, pályáztatás útján találjuk meg a megfelelő embereket az önkormányzati cégek vezetésére. Biztos mindenki hallott már az Install Invest nevű cégről, amely a Baja Marketing megbízásából a Baján található plakáthelyeket értékesítette. Ennek a cégnek a tulajdonosa egy Romániában lakó magyar ember volt. Örömmel jelentem, hogy felbontottuk a szerződést ezzel a céggel, hiszen teljesen egyértelmű volt, hogy nem éri meg. Nem éri meg. Nagyon-nagyon alacsony, nyomott áron adtuk át a bajai plakáthelyeket ennek a cégnek. A következő fontos kérdés az a parkolás. Nagyon sokan beszélnek erről ma. És ezzel kapcsolatosan először szeretnék felolvasni egy levélrészletet, amit ma kaptam. Tisztelt polgármester asszony! Azért ragadtam billentyűzetet, hogy a Facebook oldalán megjelent a parkolási díjjal kapcsolatos hozzászólásokra reagáljak. Azért e-mailben, mert egyrészt hosszú, amit mondani akarok, másrészt ott egy értelmes gondolatra 9 fröcsögő troll jut. Ehhez sem időm, sem türelmem. Mindenek előtt a felvetett gondolatnak nagyon örülök. Már terveztem, hogy ilyen témában írok önnek. De örömömre szolgál, hogy nem csak én látom hasonlóan a helyzetet. A gond minden esetre összetett. A bajaiak 14 év alatt elfelejtették, hogy a parkolás nem feltétlenül alapjog, hanem szolgáltatás. Autósként sajnos sokszor nem tudunk megállni sehol. A belvárosban közlekedők egy része, Kossuth Lajos utca, Bartók Béla utca, Szabadság utca és a környékük folyamatosan parkolóhelyet keres, amivel így is lassítják a forgalmat. Vállalkozóként áruszállítás kapcsán hasonló gondjaim vannak. A főterünk parkolává silányítása is régóta bántja a szemem. Alapvetően tehát egy nem elrugaszkodott árazású parkolódíjjal egyetértek. De. És azt már nem olvasom fel, hogy mi jön a de után, hiszen kérdések tömkelege. Ahogy természetesen mindannyiunk fejében rengeteg kérdés fogalmazódik meg azzal kapcsolatban, mi lenne jó és mi lenne rossz. Egy valami teljesen biztos. A belváros bedugult, és amit ez az úr leírt a levelében, az teljesen igaz. Tehát az nem vitás, hogy tennünk kell valamit. Azt meg tudom ígérni, hogy igyekszünk mindenkinek az igényeit figyelembe venni, ezért is került ki az oldalamra az a poszt, ami kikerült. Várom a véleményeket, de igazi véleményeket várok. Nem trollok véleményét, rendes véleményeket. Azt is megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem akar parkolódíjat fizetni, hiszen ha valamit ingyen megkapunk, akkor miért is fizetnénk érte? De gondoljanak arra, hogy a közérdek az nem mindig esik egybe az egyének érdekével. Hiszen ha valaki 3 kört tesz meg, vagy 4-et, mire talál egy parkolóhelyet, azt nagyon sok bosszúság éri. Ilyenek azok az emberek, és akik vidékről jönnek, vagy esetleg turisták. Tehát
szakértőt bíztam meg azzal, hogy egy koncepciót kidolgozzon, és ez a szakértői koncepció kidolgozása, ez folyamatban van. 3-4 különböző elképzelés van. Annyi biztos, hogy amikor megszületik egy döntés, akkor igyekszünk olyanná tenni ezt a döntést, hogy az mindenkinek megfeleljen, és a lehető legkevesebb problémát okozzon. Tehát a parkolásról, a parkolási díj bevezetéséről és a forgalmi rend átalakításáról, optimalizálásáról most ennyit, és néhány héten belül várható egy sokkal precízebb és pontosabb kép ezzel kapcsolatosan. Közéleti kérdésekről is szeretnék szólni. Ahogy ígértem, különböző klubokat próbálunk életre hívni. A Duna Klub, amely a kisvállalkozóknak a köre, már kétszer tartott egy találkozót, mindannyiszor a Duna Hotel adott helyet ehhez a találkozóhoz, és ez minden hónap első kedje, este 6 óra. Szeretettel várunk mindenkit, aki eddig még nem kereste föl ezt a klubot. Mi a célja a klubnak? Pontosan az, hogy az emberek véleményét halljuk. Akik ott vannak, tolmácsolják a rokonaik, barátaik, szomszédok, ügyfelek véleményét, szükség van mindenképpen ezekre a klubokra. Még egy találkozóra került sor tegnap délelőtt. Azok a kultúra szervezők, akik itt élnek Baján, és bármiféle rendezvényt megszerveztek, már tegnap találkoztak. Nagyon sokan jöttek össze, legalább 50 ember volt itt, és megállapodtak abban, hogy csak úgy tudunk programokat szervezni, ha nem szervezünk egymásra. Tehát létrejött egy kis közösség, akik a tervek szerint rendszeresen fognak találkozni, és ezzel szebbé, jobbá, tartalmasabbá tudják tenni a bajai kulturális életet. És ezen felül természetesen vannak még ötletek arra, hogy milyen köröket hívjunk életre, és ez meg is fog történni. Halászléfőző fesztivál. Olyan rémhír terjengett az utóbbi időben, hogy egynapos vagy kétnapos lesz. Nem. A halászléfőző fesztiválnak meg kell újulnia, ez igaz. Aki tavaly kint volt a téren, az látta, hogy rengeteg üres asztal volt. Tehát azt a fényét, amit mondjuk 2000-ben a 2000 asztallal értünk el, azt elveszítettük, megkapott egy kicsit, ráfér a rendezvényre a vérfrissítés. Ezért felkértem egy olyan csapatot, aki között van fiatalember, 20 éves fiatalember, van idősebb tapasztalatokkal bíró, régi szervező, rendező és kulturális szakember is, hogy gondolkodjanak rajta, kezdjék meg a szervezést. Tehát lesz halfőző fesztivál az idén is ugyanakkor, mint eddig. A halfőző fesztivál mellett egy téli rendezvényünk is lesz, maszkajárás. A maszkajárás egy bunyavác népszokásból növi ki magát. Azért használom azt a kifejezést, hogy növi ki magát, mert maga a népszokás önmagában kevés lenne ahhoz, hogy a turistákat ide vonzzuk. Hozzáteszünk mást is, gasztronómiai eseményeket, és a nap végén pedig egy bállal zárul, egy maszkabállal zárul ez az esemény. Még egy örömhírt szeretnék megosztani önökkel, ez a Bajai Fiatalok Színházával kapcsolatos. Október közepén, vége felé jelentette be Ottmár Attila, hogy a Bajai Fiatalok Színháza becsukja a kapuit. Ennek oka az volt, hogy amikor nem tudtak már próbálni a III. Béla gimnázium termeiben, és nem tudták ott tárolni a jelmezeket és a díszleteket, akkor arra kényszerültek, hogy nagyon, nagyon súlyos pénzekért termeket béreljenek. És ekkor döntöttek úgy, hogy lehúzzák a függönyt. Ekkor az önkormányzat úgy döntött, hogy mindenképpen támogatnunk kell Ottmár Attiláékat. Ez egy olyan érték, amit több évtized alatt összehozott az Egyesület, amit nem szabad hagyni elveszni. Ezért aztán biztosítunk a számukra egy díszlet és jelmeztároló helyet, próbatermet, de ebben az is benne van, hogy ezzel a többi egyesületet is igyekszünk támogatni, hiszen ezeket a jelmezeket mások is használhatják,
és hogyha stúdiószínházként működik ez a terem, akkor másoknak is rendelkezésére áll majd. Tehát nehogy félreértsék, ez nem egy kivételezés, nem csak a Bajai Fiatalok Színháza számára nyújtunk kedvezményeket. Igyekszünk a bajai kulturális életet, a civil szférát, az egyesületeket ilyen módon támogatni. És ezzel kapcsolatosan még egy örömhír. Attila azt mondta, hogy megpróbálja az életét Budapesten folytatni, megpróbál más utakat járni. Ezzel párhuzamosan én azt gondoltam, hogy Baján is nagyon sok lehetőség lenne még, amiben ő nagyon jó tanácsokat tud adni, nagyon nagy segítséget jelent a számunkra a színház, a koncertek szervezés területén. Tehát felkértem, hogy működjön közre ebben a munkában, és ez természetesen nem zárja azt ki, hogy szeptembertől új utakra is lépjen. Minden esetre most a következő időszakban már elkezd dolgozni, és segít nekünk a Bajai Színház élet szervezésében. És végül még egy olyan rémhírt szeretnék megcáfolni, amely a városban terjed. Azokat a szavakat fogom használni, amiket visszahallottam. A jelenlegi önkormányzat elkezdett leszámolni az ellenfeleivel, és kirúg mindenkit. Na most itt és most szeretném leszögezni, ezzel a csúnya szóval nem értünk, senkit nem bocsájtottunk el. Minden dolgozó, aki a marketingnél vagy az önkormányzatnál dolgozott, közös megegyezést írt alá, és végkielégítéssel a zsebében távozott. Egy-két kivétel van, olyanok, akik felmondtak, akik maguk döntöttek úgy, hogy nem kívánnak velünk együtt dolgozni. Tehát mindenkit arra kérek, hogyha ilyen híreket hall, cáfolja meg. A közös megegyezés az azt jelenti, hogy a dolgozó aláírja azt, hogy nem kíván velünk dolgozni a továbbiakban. Senkinek nem tartanak pisztolyt a fejéhez, hogy írjon alá egy közös megállapodást. És az meg pláne nem kényszer, hogy kapjon sokszor milliós végkielégítést. Tehát semmiféle leszámolásról nincsen szó. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép napot, szép hétvégét kívánok!